Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Hétember, és a Hétembere nem más, mint Schneider György. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó estét kívánok! Rögtön írtál, az jutott eszembe, hogy ugye hát a hivatalos megszólítás az ugye most már címzetes püspök, segédpüspök, ahogy illik, ahogy kell, ráadásul a Szent Jobb őre, a Bazilika plébánosa, és én nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívást. Rögtön az jutott eszembe, hogy amikor az Egri Érsek Paknevelő Intézetbe elindultál, akkor gondoltad, hogy, ahogy mondod, szóltál, az egyik legszebb. Akkor nem gondoltam, mert nem ott indultam. Nem ott indult, hanem ott indultál. A Pesti Központi Hittudományi Akadémián végeztem a tanulmányaimat. Tehát nem az Egribe. Nem, itt Budapesten. Milyen érdekes, voltam. Hogy egyébként pedig csak mondom, hogy akkor majd ki kell javítani, mert a Esztergom Budapest Bazilikai Érsekség honlapján ez van feltüntetve. Nos, az a helyzet, hogy én elsőtől kezdve ide jártam a Budapesti Központi Hittudományi Akadémiára, itt voltam kispap is. Az az igazság, hogy már is nagyon tudom, hogy miért, de harmad év után engem kidobtak a szemináriumból. És ez nem a, sose nem az akadémia. Annyit tudtam meg, hogy átlag állami nyomásra történt, ezt már rendszerváltozás után tudtam meg. Akkor, mikor elküldött egy évre a főpásztorom Egerbe, azzal a meghagyással, hogy lakjam ott, lelki előkészületeket ott végezzem, viszont továbbra is járjak fel a tanulmányaimat Budapesten végezzem. Ugye általában ott voltam másfél hónapot, utána két hetet, hármat itt Pesten, így ment a negyed évem. Ötöd évre újra visszaküldött lakni is Pestre. Akkor mégiscsak volt valami Egerben. Ennyi volt Egerben, de nem ott kezdtem, úgyhogy negyed évre mentem oda, és mikor ötöd év után felszendedek, ha kérdésedre akarok válaszolni, akkor se gondoltam semmi ilyesmit, annál is inkább, pláne nem, hogy én valaha bazilika plébános leszek, ilyesmi, mert én a Váci Egyházmegye papja voltam. És ugye a Budapest tekintélyes része, így a negyedik kerület, tehát Újpest, 15. palota, 16, 17, 18, 19, 20. kerület a Váci Egyházmegyéhez tartozott. Na most 1993-ban Nagy Szent János Pál pápa átrendezte a Magyar Egyház szervezetet, hozott létre új egyházmegyéket, illetve Budapestet, az egészet egy egyházmegye alá rendelte, idet az esztergomi főegyházmegyéből Esztergom Budapesti főegyházmegye. És azok a külső kerületek, ahol én is 33 évig voltam Rákoskeresztúron, az esztergomi főegyházmegyéhez került. Így kerültem az Esztergom Budapesti főegyházmegyébe, ahol hát 2002-ben körülbelül a Paskai úr után az Erdő Péter bíboros úr vett át az egyházmegye kormányzását, amikor is már az elődöm, a bazilikának a plébánosa 77-78 körül volt, és hát ő is szeretett volna lemondani, a bíboros úr se bánta volna már, és hát keresték, hogy ki menjen oda. Azt nem tudom, hogy talált meg engem. Ő saját bevallása szerint kizárásos alapon. Még amúgy ismert engem, mert alattam járt 3 évvel itt a Pesti Központi Papneveldébe, úgyhogy ismert engem. És aztán hát előbb már korábban, 2003-tól a katolikus iskoláknak voltam az egyházmegyei vezetője, EKIF-nek, a Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság. 10 és fél, majdnem 11 évig vezettem, mikor püspök lettem, akkor adtam, ez már igazán sok lett volna. Ugyanis amikor aztán végre, hát kineveztek püspöknek, azért mondom, hogy végre, mert öregkoromra, nem is tudom már ilyen öregeket miért neveznek ki, mennyi, hát 65 éves voltam, 66-at nyűjtem már, hát én azt hiszem, hogy ez már tényleg nem fiatalkor, és hát ha már kineveztek is püspöknek, akkor is én szerettem volna maradni plébános. És mondom, az már nagyon sok lesz, hogy a bazilika plébánosa vagyok, püspök vagyok, és mindehhez még a katolikus iskolák összes gondját is vezessem, ami hát olyan 3,5 milliárdos évi költségvetés fölötti rendelkezés, meg egy csomó intézmény felett, sok lett volna nagyon. Azt leadtam, viszont megőriztem a plébánosságomat, úgyhogy én püspök plébánosa vagyok a bazilikának, és egyben a Szent Jobb őre, mint említetted, ami számomra valóban nagyon nagy megtisztelés. És uram, bocsá, nyilván az egyházi rend szentségében a csúcs a püspökség. De hát abból azért van Magyarországon, vagy 30 összesen, de a Szent Jobb őre csak egy.
Tehát én nagyon, nem is az, hogy büszke vagyok rá, hanem nagyon nagy szeretettel, meg örömmel viselem ezt a címet, hogy a Szent Jobb őre, és igyekszem is mindent megtenni azért, hogy a Szent Jobb méltó helyére kerüljön végre, ne legyen eldugva egy kápolnába oldalvást, hanem azon a helyen, ahol egy erekje való, egy oltáról legyen, és a Mária oltára fog kerülni most végleg már, és mindig mindenki láthatja. Most még csak elé van helyezve, de készül az az új tárló, amellyel az oltára fog kerülni. Ott, ahol ugye a Szent István király felajánlja a koronát a Szűzanyának, a szép oltárkép elé. De közben azért felújítódik hátul a kápolna is. Így van, az elég ismert, hogy igen, hogy én nagyon-nagyon nagy Mária tisztelő voltam világéletemben, és nagyon kötődöm Częstochovához például, és hát itt az első nemzeti zarándok alkalmával, talán 11-ben volt ez, akkor megkérdezték, hogy befogadja-e a bazilika, hogyha egy hiteles másolatot hoznak a Częstochovai szűz képéről. Hát mondta, hát ilyet kérdezni is sértő rám néz, hogy az anyámat sem fogadjam be, hát a legnagyobb örömmel. Na most természetesen nagyon szép az a hely is, a papi bejárónál van, tehát nem méltatlan hely, az egy csöppet sem, mert a bazilikában elég nehéz helyet találni ma bárminek, akár egy képnek, vagy egy szobornak, mert minden tényleg nagyon-nagyon úgy is ott van, ahol kell lennie. Na most ez is ott van, ahol nagyon szép is, meg méltó hely is, de még méltóbb lesz, hogy akkor a Szent Jobb helyére kerül, és ezentúl az Mária kápolna nevet fog hordozni. És hogy áll a felújítás? Hát én csak kívülről látom, hogy... Most kértek, hogy napokban adjak egy időpontot, hogy megtárgyaljunk dolgokat, mert hogy félek tőle, hogy nem készül el advent első vasárnapjáig, amikorra volt a határidő. De azzal együtt azért nem túl sokkal később el fog készülni. Tehát van egy pár dolog, ami miatt teljes befejezés szerintem is lehetetlen akkorra, de nem nagy csúszással meg lesz. Tehát valószínűleg az idén készen lesz azért. Említetted volt, hogy maga a bazilika, meg a Szent Jobb őrzése, meg hogy éppen újul fel a kápolna, de hát én, aki rendszeresen járok oda, azt látom, hogy azért elképesztő érdeklődés van mind a hazai, mind a külföldi turisták ügyében. Hogy lehet ezt az egyensúlyt megtartani, hogy miközben az imádkozás, az elmélkedés helye legyen, közben minél többen eljuthassanak és láthassák? Igen, tény és való, hogy ez nagy dilemma volt az első percekkel, hogy oda kerültem. Azonnal fölmértem és láttam, hogy itt imádkozom. Egy templomnak az a lényeg, az imádság háza, mondja a Szentírás. Az én házam az imádság háza. Szó szerint így idézhetjük a Szentírás. És hozzá kell tennem, hogy ott mindent lehet csak imádkozni, nem. Ezért én rögtön kitaláltam, hogy azt a kis helyet, ahol korábban egy gyűjtemény volt, ahogy megyünk befelé a bejáratnál, nem nagy, egy, mit tudom, egy 20 négyzetméter, nem több. Azt elvittünk onnan, mindent átalakítottam, teljesen is örök imádó kápolna lett belőle. Na oda viszont valaki bemegy, ott síri, csendben ott a nap minden percébe, imádásra ki van téve az oltári szentség, és ott mindig lehet imádkozni. Tehát ez volt az első, amit nagyon fontosnak tartottam. Aztán nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy valóban a Szent Jobb látható legyen. Ennek is több akadálya volt kezdettől fogva, hiszen az összes létező temetés, ami a bazilikában zajlott, ott voltak az urnák fölravatalozva, ott volt a gyászmise, a temetési szertartás, és onnan vonultak le az altemplomba. No már most ezt akárhogy nézzük, ha szentmisével van is 3/4 óra, de előtte legkevesebb fél órával ravatalozni kell. Innentől kezdve a kápolna be volt zárva, nem látogatható. Ha jött és rengeteg jön, külföldi zarándok csoport pappal, el kell mondanom, a legtöbb Koreából jön, meg talán Lengyelországból, de nagyon sok nép és nemzet fia, lánya, rengetegen jönnek oda. Hát több száz mise van évente ilyen zarándok csoportokkal, és azok is egytől egyig mind papostól ott miséztek a kápolnába. Most volt olyan, hogy egy nap másfél óráig volt nyitva a Szent Jobb kápolna, valaki eljött a világ túlsó feléről Szent Jobbot látni, be se jutott oda. Na most ez rettentő idegesített engem, hiszen ennek is megoldást kellett keresni. A temetéseken levittem az altemplomba.
Most egyébként a kápolna felújítás alatt ott van a hétköznap reggel 7-8-kor a szentmisék is, és tulajdonképpen ideális helynek bizonyult, senki nem kifogásolja, akár lifttel, akár gyalog le lehet jönni, télen sincs fűtés nélkül sem hideg az alsó templomba, nyáron nincs pokoli meleg, tehát nagyon remekül viseltük a felújítás idején. Na minden esetre az ott vesz, ott többet nem lesz fönn temetés, ezek a temetések mind lent vannak az altemplomba. Na most a vendégpapok számára pedig már évekkel ezelőtt, hát hány éve avatták Szenté János Pát? Három. Akkor április 27 volt, azt tudom, és április 30-a szerda, én már akkor ott hittanórákat tartottam idősebb embereknek, tehát fölnőtt katekézis, ami pincéje volt a plébániának, azt alakítottam át egy nagyon szép kápolnává, és Szent János Pál kápolna. Hazajött még aznap a bíboros úr 27-én Rómából, megkértem, hogy szerdán este akkor hittanórám nem lesz, hanem a hittanosaim jelenlétében ő mondja ott egy szentmisét, áldja meg, és azt mondja, a világon az első Szent János Pál kápolna nálunk indult el. Azóta minden zarándok csoport ott misézik. Ott vannak. Ott addig vannak, ameddig akarnak, olyanok az ülőhelyek is, hogy előtte van, írni is lehet, lehajtható, enni is lehet, uram, bocsá. Tehát három WC van benne, ami, hát legyünk tárgyilagosak, turistáknak rendkívül fontos dolog, és én nem kárhoztatom a kerületünket, mert nem könnyű ilyeneket megoldani, de hát jól tudod, ott a bazilika hátsó sarkán, ott van egy egyszemélyes toalett. Igen, hát ez és millió ember. Jó, tény, hogy van rengeteg vendéghely, vendégfogadó, meg egyéb, de sajnos oda is számtalan sokan nem mennek be turisták nagyobb dicsőségére. Szolgáljon, hogy ahol éppen álljuk jön, ott piszkítanak, rettenetes állapotok voltak. Ugye a következő volt, hogy muszáj volt kerítést csinálni a bazilika köré, mert rettenetes állapot. Nem csak ittak vég nélkül, hát szóval hadd egy részlet ezzel. Nem kell, de nem aki kell arra járt annak idején, nagy azt tudja. Fantázia, pontosan, amúgy is mondom, nem nagy fantázia kell, csak meg kell egyszer nézni egy nappal itt, nem estét, ma akkor kitalálja az ember. Borzasztó nehezen ment, ugye abszolút műemlék, első osztályú kiemelt műemlék a bazilika, és hát bizony nagyon nehezen ment a műemlék. Azt mondták, arra hivatkoztak, azért nem adhatnak rá engedélyt, mert az Ibl Miklós, mikor ezt megtervezte, nem álmodott oda kerítést. Én még azt mondtam, hogy ezt a sok barmot se álmodta oda, hogy ott piszkít. Ez volt az egyik. Aztán utána, amikor ezt nagyjából majdnem elfogadták, bemutattuk a terveket, akkor még azt mondták, hogy hát ez megtévesztő, mert ha ezt megcsináljuk, akkor azt hiszik, hogy akkor csináltam, mert annyira korhű. Mondtam, írja rá mindenki, hogy most készült. Nem, hogy mit szerettek volna. Napraforgó szárom gondolnak, arról kerítést csinálni, hogy mit képzeltek. Szóval nagyon sokat küzdöttem. Hát, ugye, uram, bocsánat, műemlékvédelemmel is. De hát ezek mind nagyon nagy tételek voltak, és nagyon sok mindent megcsináltunk. Lifteket, kívül is lift. Az arra lesz jó, ugye a külső lift, hogyha meghalok, akkor a bazilikában felravatalodnak és le tudnak vinni a liftet, belefélek koporzsóstól. De hát egyébként meg azért is jó, mert hogy nagyon sok mozgássérült, azt meg tudja használni. Egy rész, fontos, hogy, ami így hogy van, ez rettenetesen fontos. És ami még szintén jó, hogy fontos, hogy rengeteg olyan esemény van, amikor az alaksorból millió széket kell fölhordani. Azt is nem kézben kell immáron, hanem egymás mellé járogatva 10-15 széket, többet is egyszerre mehet föl, és csak kikapják és viszik tovább. Tehát ez nagy mértékben megkönnyítette. Napi 36 órában foglalkozol ugye a bazilika ügyeivel, mert hogy ez másként nem jön. Álmomba is. Hogy jut idő arra, hogy az ember lelkileg feltöltődjön? Muszáj, hogy jusson rá idő. Erre kicsit azt hiszem, hogy a hivatásom is predestinál, mert nagyon sok felé kell mennem, mint püspöknek. Hát kicsit ez kínos is, mert nagyon szeretem a híveimet, és ha csak itt mondjuk a 10-es misét vasárnap, mindig én mondom. Már csak azért is, mert nem is nagyon szeretnek a káplányaim latinul misézni, az még latin is az év nagyobb részén, én nagyon szívesen teszem, és mondom, nagyon szeretem a híveimet is, de nagyon sokszor van, hogy bizony hónapig vagy továbbig egyáltalán egy vasárnap se vagyok itthon. Tavasszal 24 bérmálásom volt, ez az öme szombat délután meg vasárnap volt.
tehát rengeteget voltam távol, de most ezekre egytől egyig mindre föl kell készülni. Vagy lelkiségi mozgalomhoz elmenni, egy misét mondani, ahol nekik kell direkt hozzájuk szólni. Most például itt van a következő, 9-én pénteken a Szent Imre Gimnázium 900 diákjának, meg 80 néhány fős tantestületének a Szent Imre templomban, ott Budán a Feneketlen tónál a Szent Imre búcsút fogom végezni. Szent Imre, aki egy csodálatos szent volt, de az ő eszményei, nem a mai kor eszményei, és ő a magyar ifjúságnak a védőszentje, hogy nekem mit kell filózni azon, hetekig jár az agyam rajta, hogy hogy hozzam közel, és mit mondjam annak a fiataloknak, mert egy szent, ezt nekem tudnom kell, mint papnak, akármennyire egy más korban élt, egy szentnek örök időkre szólóan mindig van mondani valója a keresztény világ számára. Ezt megtalálni és a mai fiatalokhoz közel vinni. Tehát a lelki föltöltődés egyszerűen ilyen kötelezben utána olvasni, töprengni, imádkozni, nagyon sokat muszáj. Ezért szoktam hajnal előtt 6 héttel fölkelni, olyan nevetséges már, hogy vénember hajnali 3 órakor kell, de nekem erre szükségem van, akkor tudok igazán rengeteget gondolkodni, imádkozni, fölkészülni a napra, aztán jön, aminek jönnie kell. Hát ennek a napnak meg úgy lesz vége, hogy engedd meg, hogy a tévé, meg a magam nevébe is átadjam ezt a kis 7 emberi kitüntetést, megköszönve mindazt, amit teszel és tenni fogsz a nagyon hívekért és köszönöm. Mindenkiért, aki Dominan onsum dignus, uram, nem vagyok méltó. De szerintem meg igen. Köszönöm, nagyon hogy itt voltál, megtiszteltél. Örömmel és szeretettel, és én is minden jót, szépet kívánok. Viszont. Köszönöm. Továbbra is folytatódik a műsor, ez itt a hét embere, és a hét embere nem más, mint Csonka András színművész, vagy Csonka Bandi, hogy szeretnéd? Jaj, de köszönöm neked, drága Andor, ahogy akarod, hát szoríthatsz Lajosnak is, csak arra nem hallgatok. De a Bandi, akkor semmi Bandi, de Bandi jó lesz. A Bandi jó lesz? Hát, hogy szoktuk. Így van, nagy baj nem lehet. Amikor kiterült, hogy te leszel a hét ember, ami nekem nagyon nagy boldogságot okozott, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy ahogy nézegettem mindenféle cikket, ami rólad szólt, meg te nyilatkoztál, abban egy kérdés nem vetődött fel soha. Lennél más, mint Csonka András? Hát ez jó kérdés igazából. Nekem van egy jó pár hülyeség az életemben, vagy önmagamban, ugye nyilván hibának szoktam ezeket apostrofálni. Ugye azért is lettem színész annak idején, mert valahogy más akartam lenni, mint ami vagyok. De vagyis igazából más is akartam lenni, tehát szerettem volna mondok példákat, slágfertigebb lenni, macsóbb lenni, viccesebb lenni, vagy akármi lenni, ugye színészként bármi lehetek. És ez volt az én fő motivációm, és igazából bevallom őszintén neked az életemet végigkíséri, hogy nagyon sokszor rádöbbenek, hogy még mindig azon gondolkodom, hogy nem azzal elégszem meg, amit szeretnek esetleg bennem, vagy ami én vagyok, hanem hogy hogyan lehetnék másmilyen, vagy figyelek típusokat, ami szerettem onnan, de igazából nem lettem az életemben, ez egy butaság. Úgyhogy igazából a kérdésedre mégiscsak azt kéne válaszolnom, hogy azt kéne megtanulnom most már ennyi idős koromra, hogy Csonka Andrást úgy fogadjam el, ahogy az van, és ahogy mondjuk esetleg remélhetőleg néhányan szeretik is. Sokat gondolkozom magadon? Én ilyen önmarcangoló, tépelődő, szorongó alkat vagyok, ez egy remek dolog, főleg éjszaka, amikor az ember ugye fölébred, és akkor tudja leginkább magát baromira sajnálni, és különböző gondolatok így megtámadnak. Miért sajnálod saját? Nem, ez egy ilyen, figyelj, ez megint alkati kérdés, nem akarok ilyen nagy kripli lenni, rögtön a beszélgetés, egy perc beszélgetünk, és már elmondtam magam minden negatívat. Nem, hát persze azért nyilván alapvetően, ahogy megismernek engem, az én vagyok, és én tényleg azt gondolom, hogy pozitív személyiség vagyok, de azért is, mert szeretném visszakapni azt a fajta pozitivitást, vagy energiát, amit mondjuk esetleg én az emberek felé nyújtok. Miért fontos, hogy szeressenek? Ez egy ilyen őrület. Nekem az nem elég, hogy elfogadnak, igen, nekem az kell, hogy többnyire, hogy szeressenek, amit be kell látnunk, hogy azért ez nem működik, az a világ nem arról szól, de nekem de fontos érezni, nem is, tudom, nem? Nem azért, mert egy szerencsétlen gyerekkorom volt, hanem igazából nincsenek ilyen háttere a dolognak, hanem főleg amióta megismertem a közösségi médiát, meg benne vagyok a show businessben most már 28 éve, tehát az nyilván adott egy országos ismertséget és talán népszerűséget is, és az ember nagyon szorong attól, hogy akkor ez majd nem lesz, mi lesz, akkor egyedül maradsz, nem, már nem érdekled az ember,
embereket. Szóval igazából ezek ilyen hülye kósza gondolatok, de fontos, hogy szeressenek. Minden mert... este a színházban megküzdesz ezzel? Vagy előtte, színházban... vagy utána? Tehát, hogy mennyire vagy szorongó, amikor már van? Vagy ez a kifejezetten a hajnali felkevésekre nem, a színházzal kapcsolatban azt nem szorongásnak hívjuk, hanem izgulásnak, vagy drukkolásnak. Uh-huh. Én abszolút sok kollégámmal együtt persze nagyon drukkos vagyok, izguló. Van akik szokásaim, hogy akárhányszor játszom egy darabot, ha aznap este az megy, akkor ugyanúgy átolvasom a szöveget. Tehát vannak ilyen kényszercselekvések szinte, amit az ember ilyen rituális szinten végez. De a színházban ez nem jut nyilván eszembe, mert a színház egy csapatjáték, és boldog vagyok, hogy végül is 7 színházhoz valamilyen módon kapcsolódom, mert játszom 7 színház előadásaiban, de igazából ezek, amit mondok neked, ez inkább ilyen magammal vívott csaták, de azért persze van nagyon sok öröm is, mert az rengeteg pozitív visszajelzést is kapok, és rengeteg szeretetet kapok az emberektől, és pontosan azért is a barátaim mindig szidnak, hogy miért kell nekem a közösségi média oldalaimat nekem, a Facebook, az Instagram oldalamat nekem kezelni, azért mert akarom látni, akarom érezni visszajelzéseket, tehát esetleg ha valaki most néz minket, és nincs még a hivatalos oldalamon, akkor legyen szíves, lájkolja már, mert akkor ott lesz velem együtt. Azt mondtad, hogy a drukkolásnak hívják, meg izgulásnak, meg ilyenek a dolgokban, de azért, ahogy így meséled, nekem az jut eszembe a dologról, hogy ez a nem mentsétek meg Willit, hanem szeressétek Csonka Andrást. Tehát, hogy ez a fő motivum? Igen, de hogyha ezt így kimondod, akkor az olyan kiszolgáltatottá tesz. Mindenféleképpen, hát tehát, persze, igen, mert világosá teszi, hogy annak... Azért te is tudod, azokat az embereket, akik kiszámíthatóak, korrektek, és nincs velük gond, azokat úgy, jó, ez nagyon jó, ez rendben van, ő vele nem lesz gond, most akkor foglalkozunk azzal, akivel esetleg, aki hiszt is, aki sztárkodik, aki nehéz eset, aki borzalmasan komplikált személyiség, és azokkal mindig több energiát fordítanak, és így aztán azok, akik mondjuk ilyen jóra való kedvesebb emberek, azokat úgy kicsit félre is tolják. Van hiszen volt példaképed? Példaképem? Nagyon sok példaképem van. Hát kérlek szépen, nagyon boldog vagyok, hogy játszhattam egy pár olyan kiválósággal, akit nagyon tiszteltem. Csákányi Lászlóval például mondok egy példát, de Bodrogi Gyulát is mondhatnám, aki mentorom is volt, mert ugye annak idején, amikor a főiskolát elvégeztem, én a Vidám színpadra kerültem, aminek ő volt az igazgatója, viszont fél év után jött az életembe hirtelen ez a Família Kft. Című sorozat, ami megkövetelte, hogy én bontsam fel a színházi szerződésemet. Na most ahhoz az elég gyáva lettem volna, hogy egy hirtelen egy friss szerződést felbontani, és ehhez Bodrogi Gyula támogatása kellett, aki azt mondta, hogy ezt nem hagyhatom ki, nyugodtan vállaljam el, ő mindig segíteni fog. És valóban, amíg én a Família Kft.-ben dolgoztam, a Vidám Színpadon, minden évben kaptam tőle jó szerepet, tehát kellenek az ilyen mentorok az életben, akik támogatnak a döntéseidet segítik, úgyhogy őt is mondhatnám, de rengetegen vannak. Hát én ilyen nagy rajongó típus vagyok. Rengetegen színészt szerettem, szeretek, külföldieket, magyarokat, és leborulok a tehetségük előtt. Úgyhogy én igazából rajongóként vagyok színházban. Az rendben, hogy rajongó, csak azért kérdeztem, hogy van-e olyan, aki példa, tehát akire hasonlítani szeretném, mert azt szerintem egy kategória, hogy az ember ki az, akit elismer, tisztel, szeret, rajong érte, és ki az, aki igazából szeretne ő lenni. Nem, ilyen azért nincs. Hát azért sem lehet, mert ezek a nagyságok, ezekhez nem lehet úgy felnőni, hogy én olyan akarok lenni. Hát ha sokszínűség és minél szélesebb palettáról beszélünk színészileg, akkor az említett Bodrog Gyula mindenképpen, vagy Hauman Péter, tehát, de rengetegen, tehát ezt nem is tudok hirtelen. Mindenkiből el lehet csípni valamit, amit esetleg meg lehet tanulni, vagy valamilyen módon egy picit fel lehet idézni, de az a fajta tehetség, ami átjárja az ő személyiségét, azt nem lehet megtanulni. Az vagy van, vagy nincs. Szeretnél tanítani? Nem. Miért? Mert szerintem nem lenne hozzá igazából olyan érzékem, tehát hogy nem tudom, hogy át tudnám-e adni. Meg egyébként azt gondolom ilyen vén fejjel, hogy még mindig van mit tanulnom. Tehát, szokták mondani, aki nem tudja, azt tanítja, ez is butaság, de sokszor igaz egyébként. Ez is butaság, de sokszor köszönöm, igaz. Köszönöm, hogy ezért kérdezted egyébként, de sokszor egyébként van ilyen is, de nem mindig. Én például a rendezéshez sem érzek semmilyen érzéket. Tehát én azt szeretem, hogy engem tehetséges emberek irányítanak, és sikert adnak a kezembe. Tehát azt szeretem, ha valaki határozottan tudja, mit akar. Például most ezért nagyon szeretek Szente Vajkkal dolgozni, akivel most 5-szor dolgoztam rendezőként, és ő az, aki például határozottan van egy koncepciója, nagyon gyorsan ezt a dolgot át tudja adni, és gyorsan tudunk haladni éppen ezért, és nincs tötymörgés. Azokat a rendezőket, akiknél ülünk a próbán, hogy majd eszébe jut valami vagy sem, meg blöfföl, meg nem sztorizik, meg az engem ne, az nem idegesít. Tehát az már nem. Tehát szeretek haladni, és szeretek tehetséges emberek által irányítva lenni. Mit szeretném, ha irányítanak, vagy ha előjátszanak?
Ha előjátszik, az nem baj, az lehet vicces, meg hogyha egy színész, a rendező éppen színész, és akkor nyugodtan játszon elő, nekem nem kell leutánoznom, csak valami módon irányt ad, mert ez sokszor könnyebben lehet előjátszva megmondani, elmondani valamit, mint elmagyarázni. Tehát mi színészek azért könnyebben tudunk abból esetleg valami módon építkezni, úgyhogy engem nem zavar, hogyha előjátszik. Hát hogyha úgy gondolja, hogy jobban csinálj, mint én, akkor menjen a színpadra ő. Hát most... Mégis ez nem gond. Csak a gázsit valaki fizessen ki. Nem, szóval jó, ez így van. Az ismertség együtt jár egyfajta felelősség is. Tényleg nagyon sokan megkeresnek különböző jótékonysági ügyekben. Mi alapján választasz? Hát igen, ez is nagyon nehéz. Egyrészt nem csak jótékonysági ügyek alapján, hanem nagyon sok, ne tudd meg, hogy milyen sokan írnak a Facebookon különböző hányatott sorsú, vagy szerencsétlen sorsú emberek, és az a bajom ezzel a dologgal, hogy nem egyszer fordult elő már, hogy kiderült, hogy ezek, hogy ez kamu. És azokat sajnálom, akik tényleg segítségre szorulnak, és ők meg kell, hogy küzdjenek ezzel a sok idiótával, akik az ő nevükben, vagy nem az ő nevükben, hanem hasonló fölvázolva mindenféle szerencsétlen sorsokat, hazugságokkal próbálnak pénzt gyűjteni maguknak. És kiderül, hogy az egész egy blöff és kamu és hazugság. Tehát ezeket az embereket próbálom kiszűrni. Mondjuk igazából azt szoktam mondani az ilyen privát megkeresésekre, hogy én a munkámat tudom felajánlani a jótékony célokra. És hogyha azt kérdezed, hogy mi alapján döntök, nekem azt kérdeztem. Igen, azt kérdeztem, csak tettem egy kitérőt, bocsánat. Akkor mondjuk, ha beteg gyerekekről van szó, akkor az a szó, hogy nem, az én szótáramból ki van radírozva erőteljesen. Tehát akkor mindenképpen valami módon ott kell lenni, és ott kell segíteni. Általában a gyerekekről van szó, igen, de hát a beteg gyerekekről akasztam mindenképpen. Tehát a beteg gyerekek kínlódása, szenvedése, meg az egy családnak a gyötrődése és felborulása és szétszakadása ilyen esetekben az egy katasztrófa. Úgyhogy ilyenkor, ha tudok, mindenképpen ott vagyok. De hát ezeket a dolgokat szeretem úgy intézni, hogy ezt nem feltétlenül a sajtó nyilvánossága előtt tegyem. Pedig egyfajta útmutatás is lehet. Kétfajta út van, tudom, hogy mind a kettő rögös. Ugye az egyik út, amikor az ember teljes mértékben, tehát hogyha kiáll egy ügy mellett, akkor azt gondolja, hogy azért kérik fel, mert az ő személyisége segíthet ennek az ügynek, és akkor mellé áll, és akkor tényleg a sajtó, közösségi média mindenhol próbálja megmutatni ezt az ügyet, meg ezt az ügyet, ami mellé áll. A másik részét is tökéletesen értem, például ilyenek a kordaházas pár, akik meg teljesen csöndben csinálnak mindent. Tehát soha nem akkor engedik, igazad hogy van, milyen, akkor hogy... talán azért felhívjuk a figyelmet, akkor valami egészséges középutat kell találni. Azt mondom, még két hogy mert csak hát azért kérnek fel téged, hogy ez igen, is segíts, mert hogy egyfajta figyelmet. Lehet a figyelmet nem szeretni? Nekem a nagymamám azt mondta, hogy öcsi, ne csodálkozz rajta, aki a napra megy, ne csodálkozzon rajta, hogy meleg van. Igen, igaza volt. Nagyon csókolom a kezét. Már a figyelem, most mire gondolsz, hogy a figyelem a munkád iránt, vagy figyelem az életed figyelem iránt? Vagy... az életed iránt, a munkád iránt, a megnyilvánulásod, figyelem az utcán, figyelem a vezetés közben. Én őszintén mondom neked azt, hogy én nagyon szeretem ezt a figyelmet, és én nagyon is igénylem ezt a figyelmet. Mert hát hazugság azt mondani, szeretet, igen, hazugság azt mondani, hogy az ember, amikor színész akar lenni a gyerekkorában, akkor nem arról álmodik, hogy ismerjék meg, vagy esetleg tudják, hogy kicsit meg, hogy szeressék. Úgyhogy én szeretem ezt a figyelmet, igenis, és ez a figyelemmel soha nem élek vissza. Tehát ez azt is jelenti, hogy például nincs ilyen félre, hogy most nem érek rá, ne haragudj. Tehát általában például a táskámban, hogyha megnézed most, és mindig van dedikáló kártya, fotó, amit én csináltatok a saját pénzemen. Tehát igazából, mert nem szeret, meg arra gondolok, hogy ezek emlékek, hogy én annak idején is szerettem autogramot kérni, és hogy a szalvétára adták, azt nem szerettem annyira, mert azt nem szívesen tettem úgy el, vagy nem olyan volt, mint a kiraknék egy fényképet a vitrínbe. Tehát igen, azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok, és elmegyek, és amikor nem színészként megyek el színházi előadással, egy csapat részeként, hanem egyedül mondjuk elmegyek fellépni vagy énekelni, akkor különösen hatványozottan igaz, mert akkor ott állok egyedül, és nekem kell a bőrömet a vására vinni, és én kell, hogy megnyerjek ott egy csatát, és imádok ott maradni, utána beszélgetni, megsimogatnak, oda jönnek, elmondják az élményeiket, emlékeiket velem kapcsolatban. Tehát éppen talán galántán voltam. Szóval tényleg elképesztő, a határon túliaknál pláne hatványozottan is igaz ez a dolog, mert kevesebbet látnak engem élőben, tehát nekik azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy oda megyünk. Úgyhogy nekem ez fontos, kell, igenis, és ennél sokkal rosszabb lesz az, ha majd az a figyelem nem lesz. Nem szeretnék erre gondolni, jó? Köszönöm.
Ez a kis figyelemhez, vagy szeretethez engedd meg, hogy a tévé meg a magam nevében is átadjam a hét embere díjat. Én ezt nagyon köszönöm, ezt a díjat, nagyon örülök neki, és nagyon bízom benne, hogy rászolgáltam valóban, és az a vágyam, hogy minden héten én szeretnék lenni a hét embere önmagam számára. Tehát nyilván nem most, ne hívjál meg minden héten engem ide, de szeretnék úgy élni, hogy én elmutassam, hogy azon a héten is én voltam a hét embere. De szerintem legyél a napembere, és akkor nagy baj nem lehet. Az még jobb. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, csütörtökönként hét embere itt a Heti TV-ben. Tegyenek javaslatot, kik vagy ki legyen a hét embere. Viszontlátásra.